Jó estét kívánok, folytatjuk a Mi Történetünk című magazin műsorunkat. Az ősz beköszöntével a hűvösebb nyírkos idő is kezdetét veszi, ennek hatására meghüléses betegségek is gyakoribbá válnak. A megfázás és az influenza kialakulása közvetlenül kapcsolatba hozható a szervezet ellenálló képességének gyengülésével. Lázár Eszter dietetikus segítségével most olyan immunerősítő tippeket adunk, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a fertőzéseket. Az őszi náthát szeretettel köszöntjük itt a stúdiónkban. Estet. Környezetemben is egyébként azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak. Torokfájás, nátha, mindenféle ilyen őszi dolog előjött, hirtelen lehűlt a levegő, és azonnal jelentkeznek ezek a betegségek. Mégis milyen módszerek állnak rendelkezésünkre, amellyel az immunrendszerünket felkészültebbé tudjuk tenni a fertőzések elleni védekezésre? Hát onnan kezdeném, hogy az emberi szervezetben van egy mikrobiom. Mindenütt élnek rajtunk baktériumok, de a legnagyobb mennyiség az a bélrendszerben él, és ez a mikrobiom, ez a baktérium mennyiség adja az immunrendszerünk 70%-át. Ami a bélrendszerben? Igen. Tehát ő adja az immunrendszer 70%-át. Rengeteg mindent csinálnak nekünk ezek a baktériumok. Vitaminokat, neurotranszmittereket készítenek, ellenanyagokat, segítenek az emésztésben, egyfajta edzőpályának számítanak az immunrendszernek. Tehát nagyon-nagyon komoly feladatuk van, és igazándiból mi akkor vagyunk erősek, egészségesek, ha ez a baktérium mennyiség jól van tartva. Tehát akkor lesz az immunrendszerünk erős, hogyha a baktériumaink olyasmit kapnak táplálékul, ami nekik fontos. Tehát mondjuk cukor, vagy nagy mennyiségű liszt, akár még a tejet is mondhatnám, tehát ezek nem igazán segítenek abban, hogy a bacik jól éljenek bent. Mit szeretnek a bacik? A bacik a zöldségfélét szeretik. Na. Azt szeretik, amit meg kell rágni. Mondjuk ilyenek a hüvelyesek, tehát a babfélék, lencse, borsó. Ugye nem szeretjük annyira ezeket, mert hogyha gyorsan esszük, akkor egy kis puffadás, egy kis kellemetlen érzés felmerül utána. De ha ezt nagyon alaposan megrágjuk, ezeket az ételeket például, akkor de annyira alaposan, hogy pép lesz belőle, akkor még mindig ott maradnak ezek az icipici héj darabok, amit már mi nem érzékelünk, viszont ez a baktériumaink számára ez a táplálék. Más-más vitamin szükséglete lehet a férfiaknak, a nőknek, az időseknek, a fiataloknak, a felnőtteknek, a gyerekeknek. Kiknek mi ajánlott? Vitaminokat? Igen, és milyen mennyiségben? Hát ezt azért elég nehéz így meghatározni, meg azért ezt én fejből nem is fogom mondani, lévén, hogy dietetikus vagyok, de az biztos, hogy mondjuk ebben az időszakban C-vitaminra, D-vitaminra, cink, szelén, adott esetben egy kis E-vitamin, tehát ezek mind segíthetnek. Tehát ezek jók. C-vitaminból én személy szerint 1500-at szedek minden nap, tehát én ez a hosszú hatásút, D-vitamint is szedek folyamatosan, mert hogy nyáron sem vagyunk kint annyit a napon, amennyire nekünk szükségünk lenne. Honnan érezzük azt, hogy nincsenek jól tartva a baciaink? Igen. Vannak ennek olyan jelei, amikre felfigyelhetünk, és akkor azt mondom, akkor leszadok, gyorsan veszek egy kiló lencsét, aztán elcsúcsálom nap hátralévő részében. Aha. Hát, van ilyen objektív? Igazándiból lehet ez fáradékonyság, kedvetlenség, lehet súlygyarapodás is akár. Tehát, vagy például nem emészt rendesen a szervezetünk. Ez ugyanolyan jele lehet ennek. Mivel a baktériumok nagyon érzékenyek, tehát arra, hogy mit eszünk, hogy gondolkodunk, mennyit vagyunk levegőn, mennyit mozgunk. Akkor több összetevője is van. Így van, ez mind befolyásolja azt, hogy a bacik hogy érzik magukat. Elképesztő információ áradat van az agy és a bélrendszer között.
egy agyi ingerre 9 válasz megy vissza az agyba. Tehát sokkal nagyobb, tehát nem agyról beszélünk már csak, hanem bél agytengelyről. Ez nagyon érdekes. Most, hogyha egy betegség következtében mondjuk ez a bélflóra egyensúlya felborul, akkor a probiotikumok, étrend kiegészítők, ezek javasoltak? Így van, így van, így van. A probiotikumok is javasoltak, vagy pedig, ami nagyon-nagyon jó lehet, ilyen erjesztéssel készült ételek, mert jön a tél, savanyú káposzta, az az egyik legjobb. Meg is kell rágni, zöldség, meg még erjesztéssel készült, ezt szeretik a legjobban. A Covid időszakban ugye mindenki elkezdett kovászos kenyeret gyártani, vagy ha nem is mindenki, de az ország nagy része kipróbálta. A kovászos kenyér az is, ugye a kovász is egy erjesztéssel készült anyag, amit használunk, tehát a kovászos kenyér is ebből a szempontból kiváló a baktériumoknak. Ellentétben a bolti mindenféle adalékanyagokkal dúsított kenyérrel. Tehát érdemes. Azon, az erjesztés megjelenik, azok jók. Így van, így van. Jó lehet egy kefír, egy joghurt is. Én más szempontból nem annyira javaslom, de mondjuk egy kefír, joghurt magvakkal, zappehelyel, valamennyi gyümölccsel, az úgy tökéletes. Félreteszem föl a kérdést, vajon a húst szeretik a baktériumok? Hát a húst... Igazándiból a zöldség. Zöldség az ő világuk. Így van. De nyilvánvalóan persze fehérjét mindenképpen kell bevinni, tehát elegendő fehérje bevitel nélkül nem leszünk elég erősek és ellenállóak. Uh-huh. Az ízesített joghurtokkal mi a helyzet? Azok másabbak, mint a normál joghurt, vagy a kefír, vagy az is ugyanolyan hatást vált ki? Ízesítik. Cukorral, édesítőszerrel, valamiféle adalékanyagokkal. Nem igazán. Aha. Adalékanyagokkal, hát előfordul benne valamennyi kis gyümölcsdarab, de azért az senki ne gondolja, hogy egy epres joghurt az eperből készül, szóval az íze az nagyon finom, ez tény és való, de azért nincs ugyanaz a hatása, mint egy rendes joghurtnak vagy aludtejnek. Megkezdődött most az iskola a szellemi frissesség megőrzésében, a stresszkezelésben milyen ételek, italok, vitaminok segíthetnek nekünk is, és a gyerekeinknek is, mit adjunk nekik? Hát vitaminokból az, amiket elsoroltam, tehát ez a C, D, ez mindenképpen. Tudom, hogy nagyon szeretik a gyerekek ezeket a péksütiket, meg ezt a legegyszerűbb a kezébe nyomni. Hát akkor már inkább valami szendvics, amiben van valamennyi zöldség. Mm-hmm. Tehát, hogy legalább ezt tegye a gyerek. Tudom, az előbb energiaital volt. Lehet, hogy van helye, én azt nem tudom, én biztos nem adnék egy gyereknek, mert cukorral készül, felpörög tőle, de ugyanolyan gyorsan, ahogy felpörög, ugyanúgy lecseng a hatása, mert a cukortól hirtelen megemelkedik a vércukorszint, és viszonylag gyorsan le is fog esni. Tehát egy darabig ilyen izgága lesz valaki tőle, vagy gyors pörög, utána pedig hát figyelmetlen, ingerlékeny és éhes. Uh-huh. Akkor inkább ilyen magvakat, dió, mogyoró magvak, most jönnek. Így van, magvak, diók, mandula. Mogyoró, mandula. Hát nem a földi mogyoró, hanem inkább valami más választás jobb. Egy napraforgó mag, egy tök mag, tehát mindenféle mag, zöldség, chipszek vannak, amik kifejezetten jók. A dietetikusként mit javasol, hogyan építsük fel a napi étrendünket? Hányszor együnk, mikor együnk, miket együnk, hát így csoportosítva adjából ezek köré? A baktériumok kifejezetten szeretik azt, ha éhezünk. Sokan akkor tudnak jó körülmények között szaporodni. Mostanában gyakran hallani arról, hogy intervallumos böjtölés, időszakos böjtölés, ez annyit jelent, hogy van egy időablakunk, amikor lehet enni, táplálkozni, és a maradék idő az regenerálódás, pihenés, legalábbis a szervezetünk számára. Nagyon-nagyon sokat tudunk tenni azzal, hogyha mondjuk 8, maximum 10 órás időablakban étkezünk,
Én élő példa vagyok, mert én most már tavaly januártól csinálom ezt az intervallumos étkezést. Általában a napi 8 órás időablakon van. Én nekem 3-szor sikerül enni, ebbe körülbelül ennyi fér bele. A reggeli, az ebéd, meg a vacsora, ami nem túl késői, annak érdemes beleférni mindenkinek. Aztán az, hogy valaki 10 óra ízik, uzsonnázik, mert éhes, azt még bele lehet rakni. Nem kell nagyon nagy mennyiségű reggelit enni, inkább az ebéd legyen a főétkezés, azt érdemes, mit tudom én, egy levest, egy másodikat enni, a vacsora pedig, hát akkor itt mondanám a zöldségfélét, egy kis kenyérfélével, vagy felvágottal, ha valaki hideget eszik. És ha valaki életmódváltásban gondolkodik, fogyni szeretne, akkor hogyan kezdjen neki? Hát gondolom a cukrot és a szénhidrátokat kezdje elhagyni, de hogyan érdemes, hogy fokozatosan gondolom? Tehát nem ilyen hirtelen elhatározásból. Igen. Egyrészt meg kell néznie, hogy milyen mennyiségeket eszik. Ha valaki fogja, és ilyen jó nagy tányért és jó puposat, akkor akár az is elég lehet első lépésben, hogy mondjuk nem puposra szedi, hanem egy normál mennyiséget. Aki normál mennyiséget eszik, de még mindig szeretné csökkenteni, az meg a tányér méretét változtassa meg. Egy kicsivel kisebb tányér. Kiválóan becsaphatók vagyunk, saját magunkat is, de az a lényeg, hogy a tányér tele legyen. Tehát, hogyha a lapos tányérom van ekkora, és erre szedek, vagy csak ekkora a tányérom, de az is tele van. Óriási különbség itt nagyon a pizzáknak. Nagyon nagy különbség, így van a pizza, akár a pizza mérete is. Lehet indulni, így van, az átmérőjéből, mekkora különbség van, 4 centiről van, 28-32 centi, és vizuálisan igen, óriási. Így van, így van. De ugye szeretjük azt megenni, ami a tányérom van, mert hogy enni jó, igazándiból. Meg úgy tanítottak minket, na. Így van, egy meg is kell enni, ami a tányéron van. Másrészt meg enni ugye jó, főleg ha finomságok vannak előttünk, de mondom, tehát ennyi is bőven elég ahhoz. Ez még akkor is elég, hogyha valaki marad mondjuk a sült krumpliánál, de egy kicsit kevesebbet teszik belőle. Már kalória mínuszban vagyunk, tehát elindulhat a fogyás. Természetesen ez az egészhez hozzátartozik az, hogy mozogni kell, mozogni, mert anélkül nem fog elindulni semmilyen fogyás. Köszönjük szépen a jó tanácsokat. Remélem minél többen meg is fogadják majd.